Idő? 35. Legyen 35. Oké. Okay. Legyen jó, 35. Tehát akkor szószfőzés, mert egyébként maga a pizzasütés az nem fog sokáig tartani. Na gyertek a konyhába, megmutatom, hogy hogy kéne ezt csinálni. Na. Gyertek, szépen oszoljatok el. Pizzasütő beízdítva, gyere. Egy kis könnyítést azért hagytam nektek. Nézd, neki nekezett. Már begyúrtam a pizzatésztákat tegnap, jó? Igen. Ugye Rozinának az volt a kérése, hogy legyen kétféle pizzánk, legyen ugye egy klasszikus piros paradicsomos, ahhoz érdemes elsőként föltenni a kis szószunkat, jó, tessék, amibe az eredeti nápolyi recept alapján semmi más nem teszünk, mint friss paradicsomot, teszünk bele egy kevés oregano, illetve nem is keveset, és képzeljétek el, egy kis sót. Ennyi. Miután ez egy kicsit összerotyogott, a legutolsó fázisként 3 csepp olívaolaj. Oké? Okay? De ott már nem forralod, és elkavarod az egészet. Figyeljetek, mert most jön a tészta nyújtása. Mivel kétféle pizzát kell csináljunk, ezért kétféle nyújtás van. Az egyik egy klasszikus, ugyanis a pizzának a legfontosabb ismérve az az, hogy gyönyörű carniccione, azaz karima alakul ki a mi kis pizzánkon. Az a legfontosabb, hogy ebben a bizonyos karimában a gluténszálak hogy néznek ki. Ez az, amikor ez a kis karima lyukacsos, hogyha belenézel, és benne vannak ezek a pici szálak. Engem nagyon meglepett, hogy a Feri tart nekünk bemutatót, én nem gondoltam, hogy ő ilyen jól tud bármit is elkészíteni a konyhába. A sütés. Az olasz pizza 1 perc 30. És ami nagyon fontos, hogy ebben az 1 perc 30 másodpercben nektek forgatni kell a pizzát. Ha 1 perc 30, akkor az étteremben miért várunk annyit egy pizzára? Azért, hogy addig így áll, tudod, és keressenek az éttermesek valamit. És innentől kezdve jön a móka kacagás, a hüvelyk ujjadat belőre téve, gyönyörűen kialakítod ezt a bizonyos kis peremet, de közben a tésztád egyre nagyobb lesz majd, húzogatod, a perem még mindig ott van, és látod csak a belső része, az, ami nyúlik. Húzogatod és nő, ez egy ilyen szakma. Látszott Ferin, hogy ő nagyon tanult, és már begyakorolt mozdulatai vannak. Ahhoz, hogy szép cornicionét kapjatok, ahhoz nagyon kell vigyázni, hogy ne kenjétek le paradicsommal. A szélét. Oké? Okay? A szélét. Feri, milyen sűrűn szoktál pizzát sütni? Hát hetente kétszer muszáj a család miatt. Nem mondod. Nagyon fontos, hogy a pizza lapátotokat meglisztezzétek, de nem akárhogy, ne akárhogy lisztezz meg, ugyanis ha túl liszteszed, akkor mi történik? Meggyullad. Hát akkor meggyullad a sok liszt rajta. Megfogjátok a kis pizzátokat, és alátoljátok a lapátot. És egy határozott mozdulattal fogod, és elhelyezed odabent, ennyi.